hidrangé panikuláta, candlelight, tehát a gyertyafény kiültetése előtt állok. Tehát a candlelight itt körülbelül egy ilyen 6-7 négyzetméterre lehet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát körülbelül egy másfél tömű van négyzetméterenként. Itt egy berberis, meg más növények között van, két tölgyfa árnyékában, és hát jól mutatja azt, hogy úgy amúgy, ha távolból ránézünk, akkor mennyire impozáns látvány tud nyújtani, hogy nagyon sokan csak egyet vagy kettőt ültetnek belőle, de kérem szépen alkalmas akár egy rizsi megkötésére is, vagy bármilyen nagyobb felületnek a kiültetésére. Ez a candlelight az egyik legkedveltebb hortenzia, amit a kertészetemből szoktak vásárolni. A Phantom, a Bobo, ezeket nagyon szokták szeretni, az Annabelle, a Strong Annabelle, de valahogy, nem tudom miért, lehet eddig a képeken, úgyhogy most azért is készítem ezt a videót, ez a candlelight az úgy nem jött át annyira, szóval, hogy elképesztően jól néz ki. Ennyi a teljesen szubjektív véleményem a dologról. Alul inkább rózsaszínes bemosódású, aztán később picikét inkább fehérebb. Tehát egy rózsaszínes, fehéres váltakozó virágokat kell elképzelni, virágzatokba tömörülve, hajtásvégeken virágzik, nagyon szépen megújul, nagyon jól bírja a nyírás, tökéletesen tűri a fagyot, a szárazságot. Most azért azt el kell mondani, hogy ennél a hortenziánál is az a tapasztalatom Magyarországon, amikor ilyen hőhullámok vannak, akkor azért úgy meg tud egy picikét sülni, úgyhogy érdemes valahogy úgy beültetni, hogy a napnak egy bizonyos szakában lehetőleg fél árnyékban legyen. Tehát mondjuk be tudjuk ültetni úgy, hogy amúgy tűzre napon legyen, de mondjuk valamikor ilyen dél és három között mondjuk éppen a napot takarja mondjuk valami fácska, egy albízia, akár át is jöhet rajta a fény, csak hogy ne telibe kapja mondjuk reggel 7-től este 7-ig, akkor, amikor ilyen pusztító, elképesztő forróság van Magyarországon, azt hogy ne egész nap kapja. Amúgy öntözéssel nagyon jól szinten tartható növény, tápanyag utánpótlással, igazából bárhol, bármilyen kertben láttam Európában, mindig megkérdeztem, hogy mennyit tápozzák, de több helyen azt mondták, hogy semmennyire, de különösebb ilyen virágtápok nélkül is ontja ezeket a fantasztikus, óriási nagy virágzatait. Úgyhogy a candlelight, hát hogy esténként mennyire úgy néz ki, mint a gyertyafény, ezt nem tudom, meg este sötétben nem tud, ez a kis telefonommal nem tudok forgatni, mert hát ha bekapcsolom a vakut, akkor tök értelmetlen, ha meg nem kapcsolom be, akkor én nem látni rajta semmit, úgyhogy, de ha valakinek van tapasztalat, akkor azt kérem küldje már el, vagy pedig profi videós, nem olyan, mint én, és mondjuk meg tudja mutatni, hogy tényleg ezek a candlelightek, ezek hogy néznek ki mondjuk este a kertjébe. Szóval nagy felületre kiültetve ez így néz ki, nagyon sokan teljesen unalmas cserjékkel tesszük tele a kertjeinket, amikor ez a candlelight, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy akár nagyobb felületeket, mondom rézsüket, különböző ilyen ágyásokat összekötő és elválasztó felületeket beültessünk vele.